Közelmúltban felröppent a hír az internetes média szárnyán, hogy az omega zsírsavak tulajdonképpen alkalmatlanok arra, hogy a különböző szív-érrendszeri megbetegedéseket megelőzik. Hivatkoztak itt egy meta-analízisre, ami azt hivatott bizonyítani, hogy ez valóban így van. Nézzünk csak utána, mi alapján hozták ezt a vizsgálati eredményt. Tehát itt tulajdonképpen egy meta-analízisről van szó, amit arra szoktak használni, hogy nagyon sok különböző vizsgálatnak a hiba faktorait csökkentsék. Tehát bizonyos vizsgálatokban vannak olyan hiba elemek, amelyek, mivel ha sokat hasonlítunk össze, ezek a hibák tulajdonképpen kioltják egymást, és tudunk egy objektív eredményt kihozni. De nézzük meg, hogy mi történt itt, amikor ezt megvizsgálták. Ebben az esetben a nagyon sok, tehát több száz, sőt ezres nagyságrendű omega-3-as kutatásokból kiválasztották a 79 leggagyibbat. Miért mondom azt, hogy leggagyibbat? Azért, mert tulajdonképpen a zsírsavaknak a szintjét az emberi szervezetben a 79-ből tulajdonképpen 12 alkalommal mérték valamilyen módon. A többiben azt nézték csak, hogy a kiadott kapszulákból mennyit adtak vissza a vizsgált személyek, illetve bemondásra mennyi omega-zsírsavat fogyasztották. Tehát ez abszolút nem objektív és egyáltalán nem meghatározó az omega zsírsav hatékonysága szempontjából. A 12 vizsgálat, ahol mérték valamilyen módon az omega 3 zsírsav szintjét a szervezetben, abból 4 vizsgálatnak semmilyen köze nem volt a szív-érrendszeri aspektushoz. A maradék 8-ból pedig 5 pozitív eredményt hozott. Tehát tulajdonképpen a több ezer vizsgálatból 79-ből 3-ban találtak olyat, hogy talán az omega zsírsavak nem olyan hatékonyak a szív-érrendszeri problémák és betegségek megelőzésére. Tehát ezek szerint ez a vizsgálat abszolút gagyi volt. Mik is ezek a zsírsavak, vagy hogy kapcsolódnak a zsír kifejezéshez? Tulajdonképpen a zsírok azok a zsírsavaknak a glicerinnel alkotott észterei. Tehát ezek alkotják az olajokat és a különböző zsírokat, a kettős kötésektől függően, terítettségtől függően lesznek ezek szilárdabbak vagy folyékonyak. Tehát a zsírsavak azok, amik a zsírok alkotó részei. A zsírsavak tulajdonképpen karbonsavak, alifás szénlánccal, ami azt jelenti, hogy nincs bennük aromás gyűrű, hanem csupán csak egy szénlánc, és olyan gyűrűk lehetnek benne, amik nem aromásak. Ez lehet, hogy egy kicsit bonyolultul hangzik, nem baj, az a lényeg, hogy ezek karbonsavak. Na most a karbonsavak, amik az olajokat, a zsírokat építik fel, az olyan 12 és 24 szénatomot tartalmazó láncból állnak. Ezek közéjük tartoznak a különböző terített és terítetlen zsírsavak. Terített az a zsírsav, amelyben nincsenek kettős kötések, csak egy nagyon kis alapkémia, és terítetlenek azok, amelyben legalább egy vagy több kettős kötés van. Tehát a terítetlen zsírsavak között megkülönböztetünk egyszeresen terítetlen, illetve többszörösen terítetlen. Számolhatjuk a kettős kötések elhelyezkedését az első szénatomtól, tehát a karbonsav résztől, illetve az utolsó szénatomtól. Az utolsó szénatomtól, ha számoljuk, akkor omega szénatomot veszünk figyelembe, és így alakulnak ki az omega zsírsavak. Tehát az omega zsírsavak a kettős kötés elhelyezkedéséhez képes lehetnek omega 3, omega 6, illetve omega 9. Tehát az utolsó szénatomtól számolva a harmadik, a hatodik, illetve a kilencedik szénatomon van kettős kötés. Ezek meghatározzák az adott zsírsavnak a tulajdonságait. Előtte meg kell említsünk azonban a transzsírokat is, amiről már nagyon sokan hallottak. Ezek alapvetően mesterséges zsírok, és a különböző olajok hevítése során alakulnak ki, illetve hogyha hidrogénezik ezeket az olajokat. Erre annyit kell tudni, hogy különböző szív-érrendszeri és anyagcserebeli problémákat okoznak, tehát nem egészségesek. Ezért nem jó az, hogy olajokat ész nélkül fűtünk, hevítünk, mert átalakulnak transzsírokká. Ezért alkalmatlanak tulajdonképpen az olajok abban, hogy tartósan melegítéssel bármilyen ételt elkészítsük bennük, mert nem egészségesek. Visszatérve az omega zsírsavakra, ezeknél a kettős kötés elhelyezkedése meghatározza az adott zsírsav tulajdonságát. Alapvetően beszélhetünk eszenciális zsírsavakról. Az eszenciális zsírsavak azt jelentik, mint minden esetben az eszenciális kifejezés, hogy az emberi szervezet nem tudja előállítani. Ilyenek például az omega-6 zsírsavak közül a linolsav, illetve az omega-3 zsírsavak közül az alfa-linolénsav. Majd itt látszik az átmenet tulajdonképpen, mik ezek a zsírsavak, és milyen tulajdonságaik is, milyen metabolikus útjaik vannak, miért fontosak ezek az anyagcserében.
Tehát ezek az eszenciálisak, megkülönböztetünk még szemi vagy félig eszenciális zsírsavakat is, ilyen az eikozapentainsav és a dokozahexainsav, vagyis az EPA és a DHA. Ezt már mindenki sokkal jobban ismer ezt a kifejezést. Néha ezek ilyen nyelvtörő kémiai nevek, de a rövidítésüket mindenki ki tudja mondani és meg tudja tanulni. Az omega zsírsavakat kb. A 30-as, 40-es években kezdték először megvizsgálni, vagyis találkoztak ezzel a problémával, amikor orvosok hosszabb időt töltöttek eszkimók között, akik köztudott, hogy ezeket a különböző tengeri halakat nagyobb mértékben fogyasztják, és észrevették, hogy sem szívérrendszeri problémák, sem autoimmun folyamatok, sem egyéb jellegű a civilizált emberi életre jellemző megbetegedések nincsenek náluk, vagy nagyon-nagyon elenyésző mennyiségben. Tehát az EPA-ra és a DHA zsírsavakról annyit kell tudni, hogy alapvető fontosságok a sejtmembrán felépítésében, befolyásolják a sejtmembrán áteresztő képességét, a sejtmembránon lévő receptorok működését, és ezáltal a génexpressziót. Különböző szívérendszeri folyamatokban játszanak jótékony szerepet, és szolgálják az egészségünk folyamatos megőrzését. Tehát az omega zsírsavakból képződő eikozanoidok alapvetően meghatározzák a szervezet működését. Az omega 6 zsírsavakból alapvetően különböző gyulladást keltő molekulák keletkeznek, az omega 3 zsírsavakból pedig gyulladást csökkentők. De alapvetően ez a gyulladási folyamat ez elengedhetetlen a szervezet működése szempontjából. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy az omega 6 az káros, az omega 3 meg jó, mert akkor teljesen egyszerűen nem fogyasztunk omega 6-ot és rendben van a szervezetünk. Nem, ezek a gyulladást kiváltó folyamatok nagyon fontosak egy fertőzés vagy egy sérülés esetén, mivel a védekező funkciókat tudják segíteni. Tehát a lényeg az, hogy a két zsírsav aránya a legfontosabb a szervezet optimális működése szempontjából. Tehát valamennyi omega 6-ra szintén szükségünk van, omega 3-ra pedig pláne. Ez az arány, tehát omega 3, omega 6, kb. 1-1-től 1-5-ig jó. Tehát 1 egység omega 3-ra, maximum 5 egység omega 6 jusson, akkor a szervezet egy ilyen tulajdonképpen egészségközpontú állapotban van, tehát az a gyulladásos folyamatok és a gyulladás csökkentő folyamatok egyensúlyban vannak. Azonban a jelenlegi nyugati táplálkozás során ez az arány teljesen fel van borulva, jobb esetben 1-10-hez, de akár 1-20-hoz, akár 1-30-hoz is előfordulhat az étkezéseink során. Tehát alapvető fontosságú, hogy erre az arányra figyeljünk. Nézzük, hogy mik a jó omega 3 zsírsav források. Mint megbeszéltük, elsősorban EPA-ra és DHA zsírsavakra van szükségünk ahhoz, hogy a szervezetünk jól működjön, hogy a szívérendszerünk, hogy a tüdőnk, hogy a minden funkciónk jól működjön a sejtmembránokon keresztül. Ezeket pedig alapvetően hideg vízű tengeri halaknak a húsából tudnánk pótolni, ilyen például a lazac, a hering, a makréla, a sardella vagy a szardinia. Ezek kettő egy arányban tartalmaznak omega 3, omega 6 zsírsavakat, tehát abszolút megfelelőek arra, hogy mi az omega 3, 6 arányt megfelelő irányba toljuk. Viszont van egy jó hír a vegánoknak, hogy ezek a halak sem ők állítják elő ezt az EPA-t és a DHA zsírsavat, hanem tulajdonképpen különböző planktonokból és mikroalgák fogyasztásával juttatják a szervezetükbe. Tehát amennyiben a vegánok találnak ilyen forrást, tudják pótolni a szervezetükben megfelelő mennyiségben a DHA és EPA zsírsavakat. Mivel az utóbbi évtizedben nagy sláger lett az omega zsírsav fogyasztása, illetve az omega 3-6 arány, ezért az élelmiszeripar is rátalált arra, hogy hogyan tudja megmarketingelni ezt a folyamatot, így elkezdték a különböző élelmiszeripari termékekre is rájönni, hogy omega 3 meg omega zsírsavakban gazdag. Ez hogy történik? Ez úgy, hogy a különböző haszonállatokat, baromfiaktól kezdve a marhákon keresztül, zöld takarmánnyal etetik. A zöld takarmánnyal etetett állatok vérében, illetve húsában, illetve a tojásában, a tejében sokkal több lesz az omega 3 zsírsav. Viszont egyet meg kell jegyezni, hogy itt is abszolút az alfa-linolénsavról van szó, ami ugyanolyan problémákat okoz, mint korábban említettük, tehát ezt még átalakítani kell EPA-vá és DHA zsírsavakká, ami korlátozott mértékben megy be a szervezetbe. Tehát az, hogy rá van írva egy tojásra, hogy omega 3 zsírsavban gazdag, azért ne jelentse számunkra azt, hogy mindent megtettünk az egészségünket. Tehát akkor tulajdonképpen mit tegyünk, hogy szépek legyünk és egészségesek? Mint látjuk, hogy a tengeri halak fogyasztása az nagyon jótékony hatással van az omega 3, omega 6 zsírsav arányra, tehát mindenképp az egészségünk védelmét szolgálja. De felmerül a kérdés, hogy miben főzzünk, vagy hogyan, miben süssünk, vagy mit csináljunk. Én azon az elven vagyok, hogy olajokat semmiképpen nem használok semmilyen sütésre, mivel az olajoknak a füstfoka mindegy különböző olajoknak különböző
mértékű, tehát különböző hőfokon égnek el, ehhez képest abszolút szerintem nem használható tartós melegítésre. Tehát bennük én nem sütnék semmit, mivel a hevítés során transzsírok keletkeznek, amelyek, mint megbeszéltük, károsak az egészségre. Sütésre és főzésre inkább állati eredetű zsírokat használnék, most a vegánok fogják a fülüket, tehát elsősorban kacsazsírt és libazsírt. Mivel ennek az összetétele hasonló az olívaolajéhoz, viszont hevíteni sokkal magasabb hőmérsékletre lehet károsodások nélkül. Ebben szintén találhatók omega-3 zsírsavak. Érdekes, meglepő, kacsazsírban, libazsírban van omega-3 zsírsav. Ellentétben napraforgóban semmennyi omega-3 zsírsav nem található. Tehát én sütéshez, főzéshez ezt, valóban azért ne tocsogjon benne, maximum meg legyen kenve az adott hús felület ezzel a zsíradékkal, de egyébként lehet nyugodtan párolva és egyéb módokon is elkészíteni húsokat, zsíradékok nélkül is. De ha már használunk valamilyen zsíradékot, az hevítése semmiképp nem olaj legyen, hanem inkább valami állati eredetű zsír. Az omega zsírsavaknak nagyon sok területen van meghatározó szerepük, így például a mentális funkciókban is, így különböző problémákban, tehát szkizofrénia, depresszió, vagy akár egyszerű mentális zavarokban is szerepet játszik az omega zsírsavak, tehát az EPA vagy a DHA hiánya. Mivel az agy jelentős részét lipidek építik föl, így ezeknek a funkcióbeli működéséhez elengedhetetlenek az omega zsírsavak, illetve az ezekből képződő eikozanoidok. Így megállapították azt is, hogy a depresszió például alapvetően függ attól, hogy mennyi az emberi szervezet omega-3 zsírsav mennyisége, illetve aránya az omega-6-hoz képest. Azokban az országokban, ahol sokkal kevesebb tengeri halat és ilyen jellegű élelmiszereket fogyasztanak, a depresszió mennyisége sokkal nagyobb. Tehát kb. 60-szoros elterést tapasztaltak a halfogyasztás és a kialakuló depressziós megbetegedések és problémák között. Mivel köztudott az omega zsírsavaknak a szívérendszere gyakorolt védőhatása, ezért rengeteg vizsgálatban használták. Az egyik ilyen vizsgálatban volt, több mint 600 beteget követtek 5 éven keresztül. Rájöttek arra, hogy akik több EPA és DHA pótlásban részesültek, azoknak a telomerje kevésbé rövidült. Mi is tulajdonképpen ez a telomer? A telomer a kromoszoma végén lévő kis védősapka, amely oszlódás során hivatott megvédeni a genetikai állományt a sérüléstől. Minél többet oszlódik a sejt, ez a telomer annál inkább rövidül. Tehát tulajdonképpen az öregedésre jellemző paramétereket rögzít. Tehát minél rövidebb az embernek a telomerje, valószínűleg annál öregebb. Megfigyelték ezeknél a betegeknél, akik omega-3 zsírsav pótlásban részesültek, tehát EPA és DHA zsírsavakat kaptak, protektív folyamatok generálása véget, hogy minél többet kaptak, a telomerjük annál kevésbé rövidült. Tehát tulajdonképpen az öregedésre is valamilyen blokkoló hatással bírnak az omega zsírsavak. Tehát azoknak a betegeknek, akik jóval több omega-3 zsírsavat kaptak azért, hogy a szívérendszerük jobban működjön, a telomerjük is sokkal kevésbé rövidült. Tehát akár az öregedés megelőzésében is komoly szerepe lehet az omega zsírsavaknak. Több érdekes aspektusát is vizsgálták az omega zsírsav pótlásnak, így például a magzati fejlődésre kifejtett hatását. Tehát ma már egyértelmű, hogy különböző magzatvédő vitaminokban mindenképpen adnak omega zsírsavakat is, azért, hogy a koleszülést megelőzzék. Tehát megfigyelték, hogy azoknál, ahol EPA és DHA adagolásban részesültek a kismamák, a koleszülések valószínűsége csökkent. Emellett megfigyelték, hogy a magzatnak a retinája jobban és gyorsabban alakul ki, illetve különböző neurális folyamatok is jobban alakulnak ki, illetve a magzat súlya is eléri azt, ami optimális. Azt figyelték meg, hogy a születési súly nagyobb azoknál, akik omega zsírsav pótlásban részesültek. És emellett azt vették észre, hogy a kognitív funkciók is másak, tehát követéses vizsgálatokban nézték ezeknek a kismamáknak a gyermekeit 4 éves korban, és látták azt, hogy a kognitív teszteken is sokkal jobban teljesítenek azok, akik a terhesség alatt, tehát a magzati fejlődés során EPA és DHA pótlásban részesültek. Tehát van egy érdekes terület még, ahol szóba jönnek az omega-3 zsírsavaknak a jótékony hatása, ez pedig a daganatos megbetegedések kezelése vagy megelőzése. Itt jelen pillanatban csak állatkísérletekről beszélhetünk, de ezek igen biztatóak. Tehát, mint látjuk, az omega-3 zsírsavak segítik a szervezet működését, tehát csökkentik a sejtosztódást, a fölösleges sejtosztódást, előidézik az apoptózist, vagyis a programozott sejthalált, ami során a szervezet a fölösleges és rosszul működő sejteket kikukázza,
tehát eldobja a szemétbe. Ezek szintén segítik azt, hogy a különböző daganatos megbetegedések ne induljanak be, és ezek a folyamatok ne legyenek fokozottak egy szervezetben. Emellett a gyulladásos folyamatokat is csökkentik. Tehát ez egy reménykeltő folyamat arra, hogy a daganatos megbetegedések kezelésében, vagy akár megelőzésében már az omega zsírsavak jelentős szerephez jussanak. Tehát, mint látjuk, az omega 3 zsírsavak alapvetően fontosak arra, hogy az egészségünket szolgálják, tehát figyeljünk erre, főleg az omega 3-6 arányra, mivel ez alapozza meg tulajdonképpen a jövőbeli fittségünket és a szívérendszerünk jó működését. Visszatérve az elején említett vizsgálatra, ha bármilyen ilyen információt látunk, menjünk utána nyugodtan. Tehát nézzük meg, hogy valóban hiteles és megfelelő forrásban vannak azok az információk, amik az eddigi elképzelésünket fölírják. Tehát ebben az esetben azt állították, hogy az omega-3 zsírsavak alkalmatlanok a szívérendszeri egészség megőrzésére. Nézzetek nyugodtan utána, kattintsatok rá, illetve kövessetek bennünket, ha van kedvetek.